Nem, mi nem lakunk együtt. Mit reggeliztetek? Én soha nem szoktam reggelizni, mert amikor reggel felkelek, akkor még olyan baromi módon vagyok álmos, egyszerűen képtelen vagyok a konyhában bármilyen munkát elvégezni, ami az én táplálkozásommal van kapcsolatban. Én sem szoktam reggelizni, egyébként a Gyögyi az most hazudik, mert ő nem reggel szokott fölkelni, hanem délben. Igen, de kár, hogy ezt nem vette fel. Miben alszotok? Mi? Én mesztelenül alszom. Vannak alkalmak, amikor én is mesztelenül alszom, de van olyan, amikor rosszul jó hálóinkbe, amin kis macika található elő. Én is kérdezhetem, van ilyen esemény után alszol hálóinkbe, vagy esemény előtt? Ütni szabad? Mikor éltek magánéletet, ha egyáltalán éltek, és mit jelent ez a szó nektek? A magánélet az nekem azt jelenti, amikor valahogy úgy azt mondom egy idős hölgynek, hogy udvarias akarod, hogy látszik magán az élet. Az én számomra ezt jelenti. Az én magánéletem teljes mértékben nem létezik, az ugye egybe tartozik, amit csinálunk abban. A magánélet tényleg elég összefolyik a közélettel, mert amikor én úgy gondolom, hogy magánéletbe elmegyek valahova, és magánéletbe egy kicsit jól érzem magam, akkor biztos akad valaki, aki ezt közéletté teszi azzal, hogy lerohan is. Autogramot kér, vagy csak egyszerűen arról kérdez, ami a munka, és akkor ez már rögtön egy kicsit munka lesz. Nem beszélve arról, hogy amikor az kvázi azt mondjuk, hogy magánélet, és én elmegyek, elindulok az utcán magánéletet élni, gondolom, megnézek, mint magánélet egy kirakatot, akkor oda jön egy ember, én oszposz egyedül megyek, és azt mondja, sziasztok, nekem. Nekem is így köszönnek, sziasztok.